Sziasztok, kalandorok! Véget ért a Dragon Age szerepjáték itt a csatornánkon jelenleg, és hát gondoltuk, egy picit beszéljünk róla, hogy mit is lehetett látni, hallani, érezni, gondolni az egészen kapcsolatban. Ugyebár egy kicsit rendhagyó módon alakultak a dolgok, mivel hogy nem más történt, mint sem, hogy ugye egy livestreamben alkottunk karaktert a Family Geeks csatornán, akiket még mindig meg lehet nézni nálunk itt fönt a sarokban. Ott, igen. És ezen felül, hát utána ugye volt egy folyamatos játékunk, amit ugye lehet nálunk szokásos formátumban követni. Ám azonban magunkhoz híven szeretnék egy picit beszélni arról, hogy mik a prók és a kontrák a játék rendszerével kapcsolatosan. Szóval vágjunk is bele! Elsőként el kell mondanunk a világról főleg, meg magáról a játékról is, hogy adott egy nagyon hangulatos fantasy világa, amiben vannak kicsit sötétebb részek, vannak kicsit világosabb részek, vannak kicsit szürkébb részek, vannak kicsit részek. És abszolút az, amit csak bele tudtok képzelni. Igazándiból, hogyha nagyon hasonlítani akarom feelingre, akkor van egy kicsit D&D-s feeling benne igazándiból, olyan szempontból, hogy kalandozók vagytok egy varázslatos tájon, és lehet menni mindenfélét kalandozni. És azt csinálsz, amit akarsz. Persze. Jó, nem, jó. Nem feltétlenül, értitek, miről beszélünk. És hát ezen felül ugye nagyon is jó, sok alapot biztosít számodra a világ, hogy erre akár konfliktusként, akár sztoriként, akár bármikért tudják készülni. Ugye ezzel akár intrikus részek megnyithatóak, akár ismert karakterek behozhatóak, ugye, hogyha a világot jól ismerik a játékosok, és hát ezzel, ebből kifolyólag igazániból egy nagyon jó alapként szolgál annak érdekében, hogy egy jó szerepjáték lássam belőle. Igen, és épp amennyire hasonlít a D&D-hez, pont annyira különbözik is tőle, hiszen a Dragon Age világában azért elég aktívan jelen van a rasszizmus, majdnem annyira, mint a Witcherben. Elég komoly politikai intrikák, politikai szituációk vannak, a varázslóknak is egy nagyon megkötött rendszere van, és alapvetően az a játékosbeli szabadság, amit ad egy D&D, az vegyül a világ általi korlátozottsággal, mint egy mágusban gyakorlatilag. És ezáltal egy nagyon furcsa elegyet ad, mert játékosként azt teszel, amit akarsz, viszont a világ fixen tud rád reagálni, illetve kötöttségekkel kell számolnod, mert ha ezekben nem baszolsz bele, akkor jönnek a templárok és vége. Kb. Gyakorlatilag. Kicsit ilyen 40k-s módon. De egy picit igen, de tény, hogy a világ az nagyon hangulatos, és ami nagyon nagy pozitívum, hogy visszaadja azt, amit a PC-s játék adott. Az Origins. Az volt a jó. Ha ő mondja, akkor el kell hinni, nem játszottam vele annyit. Számomra még nagyon nagy pozitívuma ennek a rendszernek az, hogy 3D6-tal dobálunk, nem csak egy D20-szal, és akkor majd lesz, ami lesz, és elvileg a 10 az átlag, nem. 3-tól 18-ig dobálunk, ahol 11 az átlag, és matematikailag is gyakrabban jön ki az átlagos érték, átlagos dobás. Kivéve, ha én dobok. A mindig jó. Ja, igen. De igen, szóval alapvetően ez nekem egy nagyon nagy pozitív, hogy mindig szeretem a több kockás rendszert, ahol ráadásul nem első meg második számjegyet dobunk ki, hanem összegeket, mert ott ténylegesen más esélyed van egy középértékre, mint a szélsőségekre. Abszolút. Ugye a kockákból adódóan, hogyha láttátok ugye a játékot, akkor kijönnek belőle ezek a stuntok, amiket szoktunk ugye használni, ugye a Dragon Dice ad x darab ilyen stuntpontot, ezeket lehet elkölteni. Ezek abszolút hasznosak tudnak lenni, attól függően, hogy harcban vagy, diplomáciában vagy bármiben, mi főleg harcnál használjuk ezeket, diplomáciánál, üldözésnél is van az külön, azt hiszem, amiben nem biztos. Van külön szociális, meg külön exploration stuntok, meg mindenféle ilyesmi van. Fejlettebb varázslóknál, meg külön a mind a négy varázslóiskolának van külön saját stunt listája. Szóval ez, ahogy a karakterek is fejlődnek, még tovább bővül, meg ahogy a játékosok jobban megismerik a rendszert, még tovább bővül. Ugye mi kezdő játékos mesélő kombóként csak a harci stuntokat használtuk, mert a szabálykönyv is ezt javasolja, illetve így is annyi minden új dolog volt benne nekünk, hogy elég volt ez. Nekem főleg. Tehát, hogy én megtanultam törpéül ugye a játék közben. Hú, ez a rossz volt a mikrofonba. Bocsi! Nem baj, jó lesz. Trigger warningot rá. Szóval, ezzel kapcsolatosan ugye sokszínű akciók vannak a játékban ezzel egyidejűleg, ami annyira nem jött ki a játékunk során, de higgyétek el, hogy többféle lehetőség van benne. Meglátjuk, hogy majd ez esetleg következőre ezt hogyan tudjuk orvosolni. Viszont menjünk tovább! Igen, van egy nagyon nagy prója, nagyon nagy előnye, hogy nagyon sokféle, sokszínű hátterek vannak.
elképesztően sokféle háttérből lehet választani, amik meghatározzák a választható fajodat, illetve kasztodat. Mindegyik háttér valami más tulajdonságra ad módosítót, mindegyik egy kicsit más sztorit visz be a karakterhez, és mindegyiknél van egy külön táblázat, egy külön lista, amiből extra tulajdonságot vagy extra képességet tudsz kidobálni. Ugye, hogyha nem ennyire akarod random alapúra, mint amilyennek mit csináltok a kidobálásokkal, akkor ebből a listából lehet választani is. Tápolni, igen. Igen, viszont hogyha a ability-ket nem kidobod, hanem szétosztod, akkor sokkal kevesebb pontot tudsz szétosztani. Mert ha pontosztással csinálod, minden értéked nulla, és eloszthatsz 10 pontot, ami azt jelenti, hogy effektíve 10 pontig tudsz elmenni összesen. Még mi, hogyha kidobáltuk, ott mínusz 2-től 4-ig el lehet elmenni, kidobáltuk, a legrosszabb karakternek is 12 lett, Gábornak meg 18. Ott jól dobta. Tudták a kockák, hogy játék közben nem fog jól dobni. Nem azt, hogy nem jól, nem fog dobni. Tehát, hogy sehogy, de tényleg sehogy. I am Furky, I am helping. Ja. Jó, menjünk át a kontrára. Kontrán belül ez egy lore alapú játék. Nagyon lore heavy. Ez ugye, aki ismeri, annak jó. Aki nem ismeri, annak meg így... A Dragon Age-nek van egy sajátos világa, aminek tényleg abszolút rengeteg fajta frakció, alfrakció, régi háború, új háború, mágus, nem mágus, entitás. Jönnek a Darkspawnok, a Grey Wardenek, belső konfliktusok. Jó, sok értjük, sok van benne. Na, és az a lényeg igazániból az egésszel, hogy emiatt, ha nem vágod, és senki se vágja, akkor vagy olvasol, vagy játszol, ugye? Ez se tiltott, vagy néz a gameplayt, de igazániból az a lényeg, hogy anélkül nem fog menni. Tehát, hogy... Hát, lehet nagyon szabadon játszani, de a Dragon Age világnak pont ez adja meg a savaborsát, az, hogy mennyire lore alapon meg van kötve egy csomó minden, hogy a varázsló nem használ, a törpen nem használhat semmilyen mágiát, hogy a varázslót fixen ki kell képezni a Circle of Mage-ban, vagy ha nem, akkor őt vadásszák a templárok, és így tovább. És nagyon sok olyan megkötés van a lore-ban, ami miatt nem minden elképzelés valósítható meg, amit szeretnél, illetve ha nem ismered a lore-t, akkor nagyon sok mindenbe bele fogsz ütközni, és nagyon sok problémába fog a karakter is ütközni. Egyszerűen kell legalább egy pár ember, aki ismeri a lore-t, akkor lesz igazán széles és izgalmas, illetve jó, hogyha minden játékos tisztában van az alapvető világgal. Illetve persze itt fontos azt is megjegyezni, hogyha mondjuk senki nem ismeri a játékosok közül a lore-t, vagy csak így nagyjából így megvan a dolog, de a mesélő igen, és nagyon otthon van benne, akkor persze ez áthidalható. Igen. Legtöbb ilyesmi dologra igaz. Mondjuk a Warhammer 40k-ra pont nem, mert ott azért elengedhetetlen a dolog. Ez majd egy másik videó témája lesz. Viszont nézzük tovább! Második kontra a maga a harcrendszer. Ugye csak beszéltük, hogy mennyiféle akció, meg milyen stuntok vannak, amik izgalmassá teszik, viszont ugyanez a hátulütője is, hogy ezekből olyan sokféle van, hogy idő és tapasztalat kell, hogy az emberek kitanulják és megszokják. Amíg folyamatosan a segédletet bújod, amíg nem tudod, hogy milyen lehetőségek vannak, addig ez nagyon sok időt és figyelmet elvesz, hogy ezeket effektíve használd. Ha pedig nem használod, akkor nagyon basic, akkor nagyon lemegy arra az egész, hogy ütök sérül, és majd valamikor elfogy a HP. És akkor tényleg olyan lesz az élményed, mint az igazi Dragon Age-ben nekem, hogy odament, és addig nyomtam a gombot, amíg nem dobta a lootot a mob. És emiatt nem tetszett maga a játék sem. De nem baj, figyelj, amikor is mondtad, hogy visszahozza a Dragon Age feelinget, nekem visszahozta ilyen szemben, hogy addig ütöttem azt a szart, amíg nem döglött össze. Nálam nem döglött össze, mert egy olyanhoz ment, ami azonnal megölt a p***ba, de nem baj, mert visszahozta a Dragon Age feelinget, mert most megöltük. Yay! Úgyhogy legalább ez megvolt benne. Ugyanis fontos megjegyezni, ha már kombatról beszélünk, hogy azért egy eléggé kemény insta-kill mechanika is van benne. Olyan szempontból, hogy azért össze tudnak jönni így a kombók, meg a dobás, meg a minden, ahogy a meg a Merli dob, vagy borzasztó egyszerűen, hogyha mágia használó vagy, vagy nincsen rajtad egy erősebb páncél, nincsen sok HP-d, mert ugye a HP-t is dobjuk, igen. Ugye? Tehát, hogyha rosszul dobsz, akkor hasonló, mint a D&D-ben, ugye az 1-es, 2-es szintű karaktert, azt így
így van, se tolják, mint állat. Annyi különbséggel, hogy ugye a D&D-ben kezdőszinten kapsz annyit, amennyi a kockád, a maximumot, plusz egy constitution-t. Nagy különbség, hogy itt a Dragon Age-ben meg minden kaszt egy magasabb alap HP-ról indul, tehát még a mágus is 20 plusz constitution plusz kockáról indul, a harcos az meg 30 plusz ról, tehát nem az van, hogy egy ütéssel is tök kilelik a karaktert, hanem lényegesen többel, illetve itt minden kaszt fixen D6-tal dobálja a dolgokat, nincsen D4, meg D8, meg D12, és így tovább, hanem így fixen. Ettől függetlenül tény, hogy az első pár szinten az a fix 20-30 az, ami meghatározó, későbbi szinteken viszont a kocka értékek, illetve fun fact, 10-es szint fölött, szintlépésnél már nem dobsz a kockával HP növekedésre, és mana növekedésre sem, hanem csak a Constitution, illetve a Magic az, ami hozzáadódik. Mert magasabb szinteken nehezebben fejlődnek ezek az értékek. Soha nem jutunk el odáig. Nem. Jó, nézzük tovább! Kevés a kaszt. Méghozzá ezt mondom úgy, hogy általában én az ellen vagyok, hogy egyáltalán legyen kaszt egy játékban, én konkrét kaszt. De... az a legjobb, ha nincs. Hári tényleg nincsen. Tehát, hogy így lehetsz harcos, rogue és mágus. És így ennyi voltunk. A három közül igazából, ami nekem nagyon hiányzik, az az, hogy non-combat kasztot nem is tudsz hozni. Sőt, ami azt illeti, non-combat mágia sincs a rendszerben. Igen, semmi utility nincs. Az egész Dragon Age játék, a PC-s, a konzolos, az ugye kifejezetten a harcra épül. Igen. És nagyon kevés olyan karizma képesség van, ami kommunikációban ad bármit. Egyetlen egy skill van, amit így tudsz pakolni pár szintenként, és az összes többi az harc alapú, és az a játékban is nagyon visszaütközik. Nem is csak kommunikáció igazán, de most arról beszélek, hogy teljesen egyszerűen, tehát hogy nincsenek olyan varázslatok, amiket így szabadon tudnál használni. Ja, mindig nem. Olyan, válasz ki egy parasztot, sok parasztot X területen belül, az bántsa őket. Tehát, hogy így ennyi. Ugye, akik látták például a játékot, volt egy ilyen, hogy kérdeztem, hogy esetleg lehetne az, hogy ezzel én tudok-e mondjuk tüzet gyújtani. Csak így tüzet gyújtani. Most ugye megint mesélő függő a dolog, tehát persze ezt bele lehet hozni, de tök jó lenne, ha lenne egy-kettő olyan skill, ami tényleg ilyen nagyon alap, mit tudom én, hogy tűz labdát tartasz így a kezedben, vagy valami, tehát ilyen tűz idomítás, kicsit ilyen avatar jellege, nem olyan hűde, mit tudom én, ilyen tűz sárkány megidézek, meg tűzvihar, meg mit tudom én, mi a rosszabb, csak így valami kis bünyi. Fun fact, hogy amikor olvastam a szabálykönyvet, akkor erre vonatkozóan én találtam valami, egy bekezdésnyi kis szöveget, hogy ezek hogyan működnek, de nem a mágiánál, és amikor utólag kerestem, nem találtam meg. Tehát ez nem a mágia résznél van leírva, ez valahol máshol volt leírva, lehet, hogy a kasztoknál, már nem emlékszem, újra kell kicsit olvasni, mert egy picit azért kaotikus itt, de tény, tehát hogy én is azt mondom, amit Gábor, hogy legjobb, hogyha nincsen kasztrendszer, és azt csinálsz, amit akarsz, de ha van kasztrendszer, akkor legyen választék. Az tény, hogy a három kaszt nagyon elkülönül egymástól, tehát tényleg hatalmas különbségek vannak benne, de ez kevés. Abszolút, ezt le nem lehet tagadni. Főleg, hogy a következő kontra az pont ez a túlkötött fejlődés és a túlkötött karakteralkotás, mert azt leszámítva, hogy nagyon széles kellen mozognak az előzmények, a hátterek, azon kívül nagyon kevés dolog az, ami más lesz a karakterekben. Hogyha hozol két varázslót például, akkor ilyen apróságokban lesz különbség. Van két vagy három talent, amiből egyet kiválaszthatsz, és akkor ezt most így osszátok, hogy ki melyiket hogyan. Mert itt a fontos az az, hogy, tehát, hogy lesz különbség persze a kettő karakter között, de mondjuk a játék közben láthattátok, hogy ugye Dave is, és én is ugye varázshasználó karaktert hoztunk. Én szándékosan úgy választottam skillt, szándékosan úgy építettem a karaktert, a viselkedését, a mindenét, hogy elkülöníthető legyen a kettő egymástól. Igen. Ugye mind a ketten ráadásul elfet hoztunk, tehát hogy abszolút ugye adott volt, hogy akkor ilyen identikus valami alakuljon ki az egészből, de pont ezért, mivel hogy nincsenek nagyon olyanok, hogy hát igen, én egy paladin vagyok, aki Helmben hisz, és akkor ilyen fényeket tudok mozgatni, mert nem tudom, ilyen tököm. Én egy paladin vagyok, aki a természet anyában hisz, és képes az erdei állatokat maga mellé állítani a kardjával.
Amúgy ez pont olyan, mint ahogy a számítógépes játékban is, ugyanúgy ebben a rendszerben is, hogy erre van lehetőség 6-os szinttől. Tehát 6-os szinten minden kaszt, minden karakter kap egy specializációt, és onnantól kezdve ebben a specializációban tud szintet lépni, és 11-12-es szinten kap még egy specializációt, addig az elsőt fölhúzza maximumra, és így tovább. Tehát onnantól kezdve már lehet ténylegesen szétmenni. Aha. Az első 5 szinten nagyon kicsi a elkülönülési lehetőség. Maradok a magyarnál. Próbáljátok ki egymás után háromszor kimondani ezt, hogy disztingváció. Jó, légy szíves, mert Merlinnek nem sikerül, nem vagy megpróbáljuk, nem baj. Bölcsész man! Ennyi. Jó, vagy. Maradok a magyarnál, tehát hogy az első 5 szinten a különbségeket tényleg akkor lehet kihozni a karakterekből, ha erre konkrétan odafigyeltek, és tény, hogy a kasztok között nagy a különbség, kaszton belül picik a különbségek. Majd 6-os szinten. Ez teljesen egyértelmű. Na, és akkor nézzük meg azt, hogy mit gondoltunk mi így a játékról, mert azért lehet látni persze, hogy mi is mennyire élveztük a dolgokat, azért a végére én elfáradtam, bevallom egy kicsit a játék végére. Ami azt illeti, én a livestreamben elfáradtam, és ez szerintem ez érződött is, látszódott is, hogy már mi ezt úgy csináltuk, hogy pénteken livestreameltük 4 órát, annak is a 11-kor lett vége, és másnap reggel 10-re, 11-re már ott voltunk újra DV-knél. És mind a ketten meló után jöttünk, tehát hogy nem is az volt, hogy egész nap henyéltünk, és akkor bementünk. Nem, melóba mentünk, letoltuk a livestreamot, és akkor másnap reggel folytattuk onnan. És ez szerintem az egész csapaton kicsit érződött, hogy másnap reggel mindenki egy picit fáradt volt, mindenki egy kicsit benne volt ez a merevség. Én például tudom, hogy mesélőként több nagy hibát is védettem, ahol volt konkrét szituáció is, ahol még a hangulatot is sikerült megölnöm, azzal, hogy nem figyeltem oda, és nem jól reagáltam le a szituációt. Lásd üldözési jelenet. De ugye ez az a része, amit az ember megél, megtapasztal, megtanul, figyel rá, és később ilyen nem lesz. De ez egy kicsit érződött szerintem itt minden a csatornánon is, hogy fáradtak voltunk eddig, de viszont ha sikerült a green screen-es dolgot megtanulnom és megvágni, akkor nagyon menő volt az, ami keretet kaptunk DV-től, és hogy kinézett a csatornám. Igen, abszolút. Nekem ami így élmény volt, meg ami fontos volt számomra az egészen kapcsolatosan, az, hogy az, amit általánosságban egy fantasy játéknál elvár az ember, legyen benne jó mágia, egy színes világ, amiben lehet mindenkit és mindenféle lényt buzerálni és interaktálni vele és mi egymást, az itt vissza lehet kapva, tehát az itt benne volt abszolút. Az, hogy most ennek mi lesz a folytatása, az egy másik kérdés. Jelenállás szerint úgy állunk, hogy magát a játékot itt a mi csatornánkon ezt így befejeztük. Ugyanúgy, ahogy ez eddigieket, hiszen a csatornának van egy funkciója, van egy felépítése és ehhez tartjuk magunkat. De! A lényeg az itt ezzel most egy kicsit így másfajta képen megy tovább, ugyanis az ősi Cthulhu azt mondta nekünk, hogy most szeret minket. Igen, és Kaci pedig azt mondta, hogy úgyhogy részletes kifejtés után és abszolút sok között arra az elhatározásra jutott a kis csapat, hogy a továbbiakban is követhető lesz Furunculus és a másik kettő jó madárnak a története. Nem, ha érdekel. Ha érdekel. Ha nem érdekel, nem kell nézned, jó? De hogyha érdekel, kíváncsi vagy rá, nézd be hozzánk, meg lesz hirdetve, kint lesz livestreamben a Fun with Geeks csatornáján. Abszolút. YouTube-on, most már megtanultam, hogy YouTube-on streamelnek, igen. És ezzel kapcsolatban várunk mindig itt szeretettel, akit érdekel. Nézzetek be, hogy mikor lesz a stream, azt most még nem tudjuk, de ki lesz hirdetve, amennyire csak látjuk ezeket előre is. Igen, és most a felvétel pillanatában még azt sem tudjuk, hogy milyen rendszerességű lesz, gyanítom, hogy nem heti. Hát az biztos, hogy nem heti. De a tervek szerint azért, mert a srácok is, és mi is élveztük annyira, illetve azt azért hozzá kell tenni, hogy én nem azt a kalandot meséltem le, mint amivel készültem, mert annyira más karaktert hozott mindenki, hogy egyszerűen, amit én kitaláltam, azt nem tudtam lemesélni, úgyhogy tök más sztorit kaptak, ami igazából ott pénteken lett kitalálva a livestreamben gyakorlatilag volt egész. Rossz. Jó, viszont mire eljutottunk a végére, addig a fejemben már összeállt egy olyan szituáció, egy olyan történet
folyamat, amit simán el lehet játszani egész kampányban, főleg egy ilyen kidolgozott világban. És mind meghalunk a végén. Előfordulhat, a horrás használok sanszosabban. Oh, szóval, kiknek ajánljuk? Én határozottan ajánlom mindenkinek, aki szereti a Dragon Age világát. Ne! De! Jó! Az tökéletesen visszaadja. Nagyon ajánlom azoknak az embereknek is, akik szeretik az összetettebb, komolyabb rendszereket, amik lore alapúak tudnak lenni. És nagyon szeretem, vagy nagyon szeretik a ténylegesen jól kidolgozott háttérrel rendelkező világokat. Én tudom ajánlani annak, aki ki akarja próbálni a Dragon Age-et úgy, hogy nem PC játék. Hogyha találsz egy jó mesélőt, ülj le, próbáld ki, hidd el, megéri. A más nem egy alkalomra, worth a shot. Ami viszont fontos ezen felül, az az, hogy akinek nem ajánlanám, az az, aki ad egy olyan mesélő, aki nem tud improvizálni. Nem, ehhez kell. Ehhez kell, mivel hogy be tud ragadni a harcrendszer, a stunt is, a mienymás is. És jó mechanikák vannak benne, de néha úgy érzem, én legalábbis, mert ugye most a paraván másik oldalán ültem, hogy egy kicsit ki kellene egészítgetni egy pontján. Igen. Illetve, ha mesélsz, vagy játékos vagy, leülsz játszani, tök jó, szuper, és egy olyan mesét kapsz, ami felrúgja a lort, könyörögve kérlek, ne bántsd a mesélőt. Ne. Jó? Mert a Dragon Age is egy olyan világ, mivel lore heavy, ezáltal, hogyha az első gondolatod az lesz, hidd el, mesélőként, hogy na, hol rúgjuk fel azt a bizonyos lort? Mi lenne akkor, hogyha ezt a csatát nem a kékek, hanem a pirosok nyernék meg? Most ezzel kapcsolatban ugye rögtön jön az, hogy szuper, akkor most ezt írjuk át, csak hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy ez a lorban amúgy voltál, hanem másképpen, akkor ugye jön belőle a probléma. Mindegy lényegtelen, én azt mondanám, hogy azok, akik hajlandóak nyíltan állni hozzá, de kíváncsiak a Dragon Age-re, kíváncsiak egy jó fantazira, hajrá! Unod a D20-at? Tessék, itt van 3D60, mert soha nem fogsz jól dobni a Gábornak. Garantálom, hogy nem fogsz jól dobni a Gábornak évnek. És egyébként a D&D óta nem volt ilyen játék, de én erre tudom azt mondani, hogy ezt ajánlom Bérpüstiknek. Mert össze lehet állítani úgy a karaktert és a felszerelést, hogy tudjál menni be a sűrűjébe és kaszabolni. Bérpüstiknek jó lehet ez a játék. Ha lore-nak megfelelően intelligensen játsszák ki a karaktert, de vérpüstizés működik. Ugyanakkor nem ajánlom azoknak az embereknek, akik szeretnek elpöcsölni a karaktereknek a mikromanagementjével, a kis pontosztogatással, a kis egyedi vététellel. Nem lesz. Mert nincsen benne. Igen. Nem tudsz olyan nagyon szimszezni. Igen. De igen, van igen. Benne. Tehát ilyen szempontból ez még a D&D 5-ösnél is kicsit kevesebb lehetőséget ad a finom hangolásra. A 3.5-hez képest meg ne is beszéljünk róla, mert az tipikusan az a kategória volt, hogy 4 óra volt a karakteralkotás, mert annyira belementél. Ja. És ezzel igazából összehettük, hogy kiknek ajánljuk és kiknek nem. Úgyhogy ha tetszett a játék, akkor, illetve tetszett az egész koncepció, akkor ide föl lehet iratkozni. Hogyha szeretnéd kipróbálni, akkor gyere el az eseményeinkre, ugyanis most már, hogy ismerjük a játékot, időről időre lesz Dragon Age is a különböző szerepjátékos eseményeinken. Nézzétek meg a Facebook oldalunkat, ott van lent a link, ott mindig minden eseményt kirakunk. Nem minden esetben van lehetőségünk itt a YouTube-on is videót készíteni az események időpontjairól. De igyekszünk, amikor tudunk, de nem minden esetben tudjuk ezt megvalósítani, úgyhogy a Facebookunkat ezért érdemes követni és értesítést kérni a posztokról, akkor nem maradtok le róla. Ezen felül, hogyha szeretnél minket egy kis anyagival megtámogatni, akkor odalent megtalálod a Patreon linkünket is, ahol tudsz minket támogatni, itt kaptok extra mindenfajta cuccot. És hogyha minden igaz, mivel nem igazán tudunk dönteni arról, hogy mi legyen a következő játék, ezáltal oda ki is lesz írva a szavazásra. De amikor ez a videó kimegy, akkor már jól azt felvettük, úgyhogy előbb vagy utóbb, de hidd el, bele tudsz szólni a dolgainkba. Igen. Ezen felül Patreonon tájékoztatunk mindenkit minél hamarabb, és ugye $10 fölött elérhetőek a tanulójátékainknak az hanganyagai is, vagy videóanyagai is attól függően, hogy hogyan veszük föl, általában hanganyag. Amik effektív olyanok, mint a többi játékunk, csak nincs megvágva részekre. Tehát nem kell tőle
tartani, hogy mikor jön ki a következő rész. Meg ki jön egybe. Gyakorlatilag csak hanganyag lehet podcastként hallgatni bármi más egyébként közben. Abszolút. Illetve amikor befejezünk egy játékot, azonnal felveszünk egy azonnali vélemény kibeszélő munkát, az is a Patreonon elérhető. Amivel nem csak mi beszélünk, hanem beszélnek a vendégeink is. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez minden elérhető lent a Patreonon. Ja. Ezek voltunk mi mára. És hogyha tetszett a Dragon Age, akkor mindenképpen figyeljétek a mi, illetve a Fun with Geeks csatornán is, vagy a Facebook oldalukon az infókat, mert valamelyikünknél hamarosan meg fog jelenni, hogy milyen formában folytatódnak a dolgok. Happy roleplaying, és BÖÖÖ! Sziasztok! Hello!